Szép estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőinket! Önök október 10-én hétfő este a Tatai Televízió napi híradóját láthatják. Tartsanak velünk mai adásunkban is! Tata 250 éves zsidó történelmét tárja fel a jelenlegi zajló kutatás. Lombgyűjtési és szemétszedő akciót szerveztek az angol kertben. Versmaratont rendeztek a múzeumban a Grotta 10. jubileuma alkalmából. Mesemondó versenyt szerveztek városunkban Benedek Elek tiszteletére. Tataváros önkormányzata, a Goldberger Alapítvány és a TK Kisebbségkutató Intézet támogatásával valósult meg szakmai konferencia volt Piarista rendházban. Az eseményen 8 szakember ismertette a helyi zsidó történelem fontosságát és a témával kapcsolatos kutatások jelenlegi folyamatát. Magyarország egyik legrégebbi zsidó temetője Tatán található. A mai napig működő izraelita helyszínen fedezhető fel a legtöbb 18. században keletkezett és napjainkig az eredeti helyén álló síremlék. Ezért az elmúlt időszakban összetett és hiánypótló kutatómunka zajlik városunkban, ami a sírfeliratok nyilvántartását foglalja magába. Ennek apropóján rendeztek konferenciát a volt Piarista rendházban. És amikor ennek a híre az ismerősök, a tatai temető iránt érdeklődők között elterjedt, akkor dr. Dávid Házi Péter professzor úr jelentkezett, hogy ehhez az adattár és kataszter munkálathoz kapcsolódóan lehetne egy konferenciát szervezni, amiben különböző tudományágak képviselői ugyancsak a tatai temető sírköveiről beszélnének. Hát ez egy nagyon jelentős és nagyon érdekes és nagyon izgalmas konferencia lesz, úgy gondolom, hiszen művészettörténészek, szociológusok, a magyarországi zsidó temetőkkel foglalkozó kutatók vannak jelen Budapesttől Szegedig, és itt van Komoróczi Géza, a hebraisztika legnagyobb tudósa Magyarországon, ami úgy gondolom nagy komoly rangot ad ennek a mai eseménynek. A megjelentek összesen 8 előadást hallgathattak meg, amely során a szakemberek a legkülönbözőbb nézőpontból közelítették meg a fontos témakört. Dávid Házi Péter, dr. Weiner Dávid községi orvos munkásságát ismertette. Tatának akkor 1800 szegény betege volt, és ő ezeket nem csak hogy nagy szenvedéllyel és szeretettel gyógyította, hanem pénzt is tett a recept mellé, meg minden módon is tápolta őket. Amellett nagyon érdekes, hogy a tatai különböző felekezetek képviselői egyaránt nagy szeretettel és tisztelettel voltak iránta. A sírfelirata különösen érdekes, mert egy olyan motívum van benne, amely az Ószövetségig megy vissza, és a kereszténység különböző felekezeteiben is nagyon komoly vallástörténeti szerepet kapott. Úgyhogy maga a sírfelirat is nagyon érdekes, de Weiner Dávid alakja is megér egy visszatekintést. A kutatás során a zsidó közösség mintegy 250 éves története láthat napvilágot. Október 4-én Assisi Szent Ferenc ünnepén ért véget a teremtett világ védelmének szentelt ökumenikus időszak. Ebből az apropóból kezdeményezett a Vérteserdő ZRT-vel, Tataváros önkormányzatával és a Tatai Sporthorgász és Környezetvédő Egyesülettel közös akciót a Szent Imre Római Katolikus Plébánia. Az angol kertben és a Cseketó körül végeztek környezetszépítő önkéntes munkát. Gyűltek a zöld hulladékkal teli zsákok, ki a lehullott avart, ágakat, egyéb szemetet szedte össze, míg mások a tükörforrás medrében áburjánzott növényeket ritkították. Nagyszabású önkéntes, környezetszépítő akció helyszíne volt az angol kert, melyet a szemléletformálás jegyében hirdettek meg. Kommunális hulladék kevésbé van a területen, de azt természetesen összeszedjük, ahol tudjuk, illetve körbesétáljuk a tavat, de hogy ne csak néhány zsák szemetet szedjünk össze. Ezért itt a sajnálatos módon a tükörforrás visszaszoruló vízszintje miatt a mederben, illetve a partfalon előjöttek a gyomfák és egyéb gazok, fás, lágyszárú növények, ezért gyakorlatilag ezt
kiszedjük, az önkéntesek segítségével ezzel még kultúráltabbá téve, és várván azt, hogy visszajön a víz, és nem fog oda be eutrofizálódni, bele rohadni azon növények, ami nem a gyékény és egyéb vízi növények. A Cseketú környékén szervezett programot a Szent Imre plébánia kezdeményezte. Egy különleges ökumenikus időszak kezdődött szeptember 1-én a teremtés megőrzéséért szóló imádság világnapjával. Ehhez szerettek volna városunkban is csatlakozni. Katolikus egyház megjelent egy ilyen teremtésvédelmi körlevél, amit a pápa írt, és ebből kiderült, hogy ez már több évre visszamenőleg működik, és ez egy ilyen ökumenikus, meg én úgy fogalmazom meg, hogy ez minden embert érint, hiszen a Föld, Magyarország, Tata mindannyiunknak a közös otthona, és akkor innen jött a gondolat, hogy mit tudnánk mi tenni. Hát nem tudjuk a világot megtisztítani, megváltani minden szemétől, vagy nem tudjuk olyan pályára állítani, de valamilyen figyelemfelkeltő akciót gondoltam. Mindenhol nagyon pozitív támogatásra leltem. A lombgyűjtési és szemétszedési nap mellé álltak a helyi horgászok, a Vértes Erdő ZRT munkatársai és Tata város önkormányzata is. Szerencsére egy-egy akarabban előfordul az, hogy különböző szervezetek, civil szervezetek, egyházi szervezetek mondjuk így, hogy érzik magukat felelősnek a környezetnek a védelméért, épségéért. Mondhatnám azt is, hogy nem mai találmány ez. Még a Teremtés könyvében is szó van erről, de most ne ezt idézem. Nekünk önkormányzatnak, hogyha én beszélhetek az önkormányzat nevébe, meg tulajdonképpen a tataiak nevében mondhatjuk így is, hogy kötelességünk ehhez a kezdeményezéshez csatlakozni. Részben úgy, hogy az önkormányzat ugye támogatja a munkának a szakmai megszervezésével, eszközökkel, zsákokkal, meciólókkal, kesztyűkkel a programot. Másrészt úgy, hogy hát akik ugye az önkormányzat nevében ugye reflektorfényben vannak, a képviselő polgármester úr is itt van, azok tevőlegesen is csatlakoznak. Az önkéntes programot hagyományteremtő szándékkal szervezték, mely után a jövőben minden esztendőben egy-egy új fát is szeretnének ültetni az angol kertben. Egy kis világ maga alcímmel hirdette meg a Kunidomokos Múzeum grotta pályázatát, amelynek ma már az elmúlt 10 évet felelevenítő tárlata is megnyílt. A Petőfi emlékévhez és a költő gondolataihoz kapcsolódva nem csak képzőművészeti élménnyel lehettek gazdagabbak a látogatók szeptember 29-én, tatai diákok idéztek meg a nemzeti hős számukra legkedvesebb verseit. Petőfi Sándor talán egyik legismertebb versét a szeptember végént még közösen szavalták a versmaraton nyitányaként a diákok. A magyar költészet egyik leghíresebb alakja, fiatalkori halála és az őt ért tragédiák ellenére hatalmas életművet hagyott hátra, több mint 850 költeményt jegyez, ezekből pedig könnyedén kiválaszthatták az utókor képviselői a legkedvesebb verseiket. A három madarat választottam, mert a szerelme miatt választottam, mert ő is leírja abba, hogy miért szereti, meg madarakhoz hasonlítva körbeírta, és nekem nagyon megtetszett az első pillanattól fogva. Ezt én választottam, erről nem tanultunk az osztályba, de egyből megláttam, mondom, én ezt fel fogom olvasni itt. A Petőfi emlékév és a közelmúltban nyílt grotta kiállítás inspirálta a múzeum munkatársait, hogy a közös verselésre lehetőséget adjanak a fiataloknak. Petőfi Sándor örökérvényű gondolatai máig könnyen megfogják a diákokat. 26 évet élt gyakorlatilag, itt majdnem mindenkinek mondhatnánk azt, hogy kortársa volt legalábbis élettartamban, vagy korban. Az ő gondolatai, a forradalomhoz kapcsolódó kötődése meg szerintem a verseinek az egyszerű tökéletessége. A jubileumi grotta kiállítás, amelynek ugye most Petőfi volt a hívó mondata, egy kis világ maga. Úgy gondoltuk, hogy mi sem lehetne jobb, így a Petőfi 200-as emlékévben, mint egy vers maraton, ahol gyakorlatilag annyi volt a kitétel csak, hogy jöjjenek iskolákból, gyerekek, fiatalok, de jöjjenek felnőttek is, bárki, aki szereti a verset, hozzanak magukkal egy kedvenc Petőfi verset, és mondják el kötetlenül, mindenféle feltételek nélkül, és hát úgy tűnik, hogy sokan jöttek. A 200 éve született nemzeti hős tiszteletére a 2022-23-as esztendőt nyilvánították emlékévvé, így országszerte, sőt határainkon túl is számtalan irodalmi, kulturális, ismeretterjesztő eseményt szerveznek az irodalombarátok.
Minden évben szeptember 30-ához közeledve hirdeti meg a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár mesemondó versenyét. A kihívás idén is népszerű volt a tatai térségi általános iskolában tanuló alsó tagozatos gyermekek körében. A jelentkezőknek ezúttal olyan népmesét kellett választaniuk, amelyben valamilyen szám szerepel. Szűk lett nekik ez a ház, és előfordult ilyenkor, hogy kívülre kecsümmel. Ki ne hallgatta volna kedvenc esti meseként a hét sűntestvér történetét Csukás István tollából, a Magyar Népmese napjának és Benedekelek születésnapjának apropóján tett közzé idén is felhívást a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár. Várták azokat a kisdiákokat, akik nem csak ismernek, de előadni is szeretnek egy-egy történetet. Hagyományosan minden évben megrendezzük Benedekelek születésnapjához kapcsolódóan a népmesemondó versenyünket. Mindig kapcsolódik valamilyen témához. Idén az volt a kritérium, hogy olyan mesével készüljenek a gyerekek, amelyben valamilyen szám vagy számok szerepelnek. Akár 3, 9, 100, 7, rengeteg ilyen népmesei szám van. Szerintem nincs is olyan történet, amiben ne lenne, úgyhogy így most idén nagyon könnyű feladat elé állítottuk a gyermekeket. Szép számmal neveztek, legfőképp a tatai iskolákból, első, másodikos és harmadikos, negyedikes korosztályban kerül díjazásra az első 3 helyezett, és külön díjat is ki tudunk osztani. A produkciókat természetesen tapasztalt és szakavatott zsűri értékelte. Az első is legfontosabb, hogy az előadó jól érezze magát az előadása közbe. A második legfontosabb pedig, hogy más is körülötte jól érezze magát, vegye föl a kontaktust a közönségével, velünk a zsűrivel, és csak és kizárólag az legyen a legfontosabb számára, hogy mindenkinek, magának is, és a közönségnek is szórakoztató legyen az előadása. Hála Istennek, most azért egy kicsit könnyebb dolguk volt ebbe az esztendőbe. Könnyebben választhattak mesét, ugyanis a magyar népmesék és Benedek Elekapó meséi között rengeteg van, amit tele van számokkal, hiszen a magyar népmesék azok a csodák világát mutatják meg, és a csodák azok mind valamilyen számmal kezdődnek. A mesék előadásának pedig csak a képzelet szabhatott határt, akadt olyan versenyző is, aki jelmezbe bújva igyekezett meggyőzni és szórakoztatni a hallgatóságot. A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy október 31-én hétfőn munkanap áthelyezés miatt munkaszüneti nap lesz, amikor az ügyfélfogadás szünetel. Október 15-én szombaton a hivatal reggel 8 és délig ügyeletet tart, az ügyfélfogadás ekkor is szünetelni fog. Kérik, hogy ügyeik intézésénél mindezt vegyék figyelembe. Szakmai műhelyre várja az érdeklődőket Tatán a Soproni Egyetem. A Benedek Elek Pedagógiai Kar október 15-én a Tatai Közösségi Felsőoktatási Képzési Központban a Gyermeki Fejlődés Megtámogatása Jó Gyakorlatok Tükrében címmel szervez programot. Az esemény teret ad a helyi fejlesztőközpontoknak, hogy bemutathassák, hogyan is kapcsolódik össze az elmélet és a módszertani gyakorlat. A rendezvényt szakembereknek, gyógypedagógus hallgatóknak és szülőknek egyaránt ajánlják a szervezők. Október 15-én reggel 8 és délután 1 óra között. Következzenek hétfő esti híreink, még egyszer röviden. Tata 250 éves zsidó történelmét tárja fel a jelenleg is zajló kutatás. Lombgyűjtési és szemétszedő akciót szerveztek az angol kertben. Versmaratont rendeztek a múzeumban a Grotta 10. jubileuma alkalmából. Mesemondó versenyt szerveztek városunkban Benedek Elek tiszteletére. Munkatársam nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Önök október 10-én hétfőn este a Tatai Televízió napi híradóját láthatták. Tartsanak velünk a folytatásban is, hiszen a körzet hírei következnek, majd Tallózó című műsorunkat láthatják. Én további szép estét kívánok önöknek, vigyázzanak magukra és egymásra is, a viszontlátásra!